Főbb híreink. 8 éve áll a magyar határon 165 km hosszú és 4 méter magas kerítés. Ez idő alatt csaknem 1 millió migráns tartóztattak fel a hatóságok, közölte a kormány szóvivő Röszkén. A mezőgazdasági vegyszerek használatának drasztikus csökkenését szorgalmazza az LMP. Izrael kemény lépéseket fontolgat a hétvégi súlyos zavargások után, beleértve azt is, hogy azonnal kiutasítják a zavargásokban résztvevő eritreai menedékkérőket. Az ENSZ Ukrajnával foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottsága eddig nem talált elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy megállapítsa, népirtást folytat az orosz hadsereg Ukrajnában. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. 8 éve áll a magyar határon 165 km hosszú és 4 méter magas kerítés. Ez idő alatt csaknem 1 millió migráns tartóztattak fel a hatóságok, közölte a kormány szóvivő Röszkén. Szentkirályi Alexandra a határzárnál egy a járőröket érő korábbi támadás helyszínén tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, jelenleg Magyarország védi legharcosabban az európai határokat az illegális migránsoktól. Hozzátette, ezáltal is eleget tesz a schengeni megállapodásban vállalt kötelezettségének, amely megköveteli az Európai Unióba tartó illegális migráció megakadályozását. Magyarország már 600 milliárd forintot költött határvédelemre, ennek eddig alig 1,5%-át térítette meg az EU, miközben az ország az EU határait is őrzi akkor, amikor a saját határait védi, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Tisztességtelen az Európai Unió eljárása Georgiával szemben, az országnak még ősszel meg kell kapnia a tagjelölti státuszt, ennek elmaradása nyomán az egész közösség hitelessége súlyos csorbát szenved, jelentette ki a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca vezető a georgiai kollégájával Ilija Dárciasvilivel közös sajtótájékoztatóján tisztességtelennek minősítette az Európai Unió eljárását Georgiát illetően, aláhúzva, hogy Ukrajna és Moldova mellett Georgiának is meg kellett volna kapni a tavaly a tagjelölti státuszt. Semmivel nincsen rosszabb állapotban, semmivel nem teljesít rosszabbul, mint Ukrajna vagy Moldova az Európai Uniós elvárások tekintetében. Azt pedig kifejezetten tisztességtelennek tartjuk, hogy a Moldova és Ukrajna számára mintegy szorgalmi feladatként adott 12 pontos listát Georgiának a tagjelölti státusz előfeltételeként írták elő, mondta. Ahhoz, hogy a gyermekek megismerjék a világot, az egyetemista mentorok munkájára és mobilitására is szükség van, mondta a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjáért felelős kormánybiztosa a Miskolci Egyetemen a környékbeli mentorált gyermekeknek szervezett élménynapon. György László, aki két elektromos kisbuszt adott át, elmondta, a környékbeli településeken élő gyermekeknek nehézséget okoz, hogy eljussanak Miskolcra, Budapestre vagy az ország más részeibe, ezért kisbuszokat kértek a kormánytól. A Tanítsunk Magyarországért program 13 elektromos Mercedes kisbuszt kapott, a járművek 273 millió forintba kerültek, közölte a kormánybiztos. A mezőgazdasági vegyszerek használatának drasztikus csökkentését szorgalmazza az LMP. Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnöke azt mondta, pártja ismét beterjeszti a glifozát nevű növényvédőszer kivezetésére vonatkozó javaslatát. A potenciálisan rákkeltőnek minősített szer további használatának lehetőségéről októberben dönt az Európai Unió. A kormánynak pedig az LMP-s politikus szerint világos mandátummal kell érkeznie a tárgyalásra. Hozzátette ugyanakkor, a kabinet nemzeti hatáskörben is megtilthatná a szer használatát. Külföldi híreink. Izrael kemény lépéseket fontolgat a hétvégi súlyos zavargások után, beleértve azt is, hogy azonnal kiutasítják a zavargásokban résztvevő eritreai menedékkérőket. Benjamin Netanyahu miniszterelnök szerint a zavargók átlépték egy vörös vonalat, ezért új tervet rendelt el az afrikai migránsok kiutasítására, akiket illegális beszivárgóknak nevezett. A szombati példátlan rendbontás azután kezdődött, hogy az eritreai kormányt ellenző aktivisták közölték, arra kérték az izraeli hatóságokat, hogy mondjanak le egy az országuk nagykövetsége által szervezett rendezvényt. Ezután áttörték a helyszínt körülvevő rendőrségi kordont. A rohamrendőrök könnygázt, kábító gránátokat és éles lövedékeket vetettek be, a lovasrendőrök pedig megpróbálták a tüntetőket elzavarni.
Az izraeli védelmi minisztérium kedden tájékoztatta Alisha Yaredet, egyikét annak a két izraeli gyanúsítottnak, akit a múlt hónapban egy ciszjordániai palesztin halálos lövése miatt tartottak fogva, hogy 6 hónapos távoltartási végzést szándékoznak kiadni ellene. A telepes aktivisták közzétették a végzés egy példányát, amelyet ha kiadnak, meghallgatás tárgyát képezik. A végzésben nem szerepel, hogy Yared hol és mitől tiltható el. A rendelet azon részei, amelyek meghatározzák, hogy egy személyt hol tiltanak ki, hol kell tartózkodniuk, vagy megtiltják, hogy meghatározott személyekkel kommunikáljanak, mind üresen maradtak. Yaredet Yehiel Lindorral együtt azzal gyanúsítják, hogy augusztus 4-én megölték a 19 éves Kusai Jamal Matant az izraeli telepesek és palesztinok közötti összecsapás során Cisziordánia északi részén Burka városa mellett. Iránban több mint 500 napja börtönben tartanak egy svéd férfit, aki az Európai Unió alkalmazásában áll, erősítette meg a sajtóban már megjelent információt. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője újságíróknak Cádizban kedden. A 33 éves Johann Floderus személyazonosságát a The New York Times című amerikai napilap hozta nyilvánosságra hétfőn, beszámolva arról, hogy az EU külügyi szolgálatának munkatársát turistaként egy magánlátogatás során fogták el még 2022. áprilisában, majd az iráni hatóságok kémkedéssel vádolták. Fáradhatatlanul dolgozunk Floderus szabadon engedéséért, nyilatkozott az ügyről Borrell, hangsúlyozva, hogy a svéd férfit jogtalanul tartóztatták le Iránban. Az uniós főképviselő kijelentette, a svéd hatóságok és az Európai Uniós intézmények szoros együttműködésben igyekeznek elérni Floderus elengedését. Irán tavaly júliusban jelentette be, hogy letartóztatott egy férfit kémkedés gyanújával, 2 héttel azután, hogy Hamid Nouri iráni állampolgár életfogytiglani börtönbüntetést kapott Svédországban. Az ENSZ Ukrajnával foglalkozó független nemzetközi vizsgáló bizottsága eddig nem talált elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy megállapítsa, jelenleg népirtást folytat az orosz hadsereg Ukrajnában, állította Erik Móze, a vizsgáló bizottság elnöke. Tökéletesen tisztában vagyunk az aggodalmakkal és a vádakkal. A népirtással kapcsolatos felvetéseket lépésről lépésre átvizsgáljuk. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy az Ukrajnában történtek megfeleljenek a népirtási egyezményben foglalt jogi minősítésnek, mondta Móze. Az elnök elmondta, hogy az ENSZ folytatja a vizsgálatot Ukrajnában. Voltak bizonyos nyilatkozatok az orosz médiában, melyek talán relevánsak lehetnek a népirtásra való felbújtás kérdésében, tette hozzá. Majd óvaintett attól, hogy a bizottság népirtási vizsgálatának jelenlegi állását a bizottság egyéb megállapításaitól elkülönítve vizsgálja. Ellentámadásuk 3 hónapja alatt az ukrán fegyveres erők több mint 66 ezer embert és 7600 egységnyi fegyverzetet veszítettek, jelentette ki Szergej Sojgu, orosz védelmi miniszter, egy keddi moszkvai katonai vezetői tanácskozáson. A tárcavezető szerint Kijev civil objektumok támadásával próbálja elterelni a figyelmet offenzívájának kudarcáról, győzelemként állítva be ezeket a terrortámadásokat. Az úgynevezett ellentámadás kezdete óta az ellenség veszteségei meghaladták a 66 ezer embert és a 7600 egységnyi fegyverzetet, mondta Sojgu. Az orosz védelmi tárca augusztus elején kiadott adatai szerint az ukrán fél addig az időpontig 43 ezer embert és mintegy 5000 egységnyi fegyverzetet veszített. A miniszter szerint a legfeszültebb helyzet Zaporizsjában alakult ki, ahol az ukrán fél stratégiai tartalékához tartozó nyugati kiképzést kapott, dandárokat vetett be. Közölte, hogy ezek az alegységek komoly veszteségeket szenvedtek. Joko Widodo indonéz elnök kedden arra figyelmeztetett, hogy a dél-kelet-ázsiai országok szövetségének nem szabad belesodródnia a nagyhatalmak közötti konfliktusba. Az indonéz elnök az Ázsia állam, illetve kormányfőinek csúcs találkozóján beszélt arról, hogy a myanmari béketerv körül kialakult nézeteltérések eloszlatása során belesodródhatnak a nagyhatalmak közötti konfliktusba. Joko Widodo, aki idén az Asian soros elnöki tisztségét is betölti, az indonéziai csúcs találkozó nyitó napján tartott beszédet, és arra kérte a tisztagú csoport vezetőit, hogy dolgozzanak ki központi, hosszú távú taktikai stratégiát, amely megfelel az emberek elvárásainak. Az Asian megállapodott abban, hogy nem lesz egyetlen hatalomnak sem a kiszolgálója.
ne hajózzunk konfliktusokkal teli vizekre, mert az kártékony. Nekünk, vezetőknek biztosítanunk kell, hogy a hajó mozgásban legyen, és együtt kell megteremtenünk a békét, a stabilitást és a jólétet, mondta a Vidodó. Híreinkről bővebben a braillepress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma is marad a napsütéses meleg idő, este is nyugodt csillagfényes időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig 25 és 30 fok köré emelkedik. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!